Sziasztok, itt Attila, ez pedig a GameHolom csatorna Victoria 3 sorozata. Itt vagyunk egy baromi nagy európai háborúval, mert az oszmánok valamiért bele tudják vonni a izéket, oroszokat ebbe a háborúba. Így technikailag a poroszok hozták be őket. De akkor is, tehát az oroszok világéletünkben szövetségesek voltak, most meg ellenük vannak a franciák ellen, meg eddig harcoltunk, és most meg ők vannak a mi oldalunkon. Politika. Ki érti ezt? Mindegy. Nézzük, hogy alakul ez a háború. Ha jól emlékszem, akkor igazából csak amúgy is csak a... törököket kell ténylegesen elfoglalnunk, mert azokat követeljük tőlük. A többiektől nem követelünk semmit. Szóval ők, hogyha elesnek, akkor elestek. Itt a franciáknak átadtunk egy területet, egy darab területet, hogy beálljanak ebbe a háborúba. Én úgy érzem, hogy az kellett nekünk. Úgy érzem, arra szükségünk volt, hogy rendben legyünk. Hogy alakul itt a fronton ezek a csaták? Victory, victory, defeat, defeat. Azért foglalgatnak befelé. Azt mondjuk, hogy őket átvisszük a túloldalra. A létszámot javítsuk. Nem olyan nagy baj nekünk, ha foglalnak be, mert ugye ez a fő prioritásunk nekünk, csak tartanunk kéne, hogy zuhanjon le a harci támogatottságuk sokkal jobban, mint nekünk. Hogyha végeztünk azzal, hogy a törököket kidobjuk ebből a háborúból, és kapituláltatjuk őket, akkor utána át tudunk menni a másik frontra, és akkor onnantól kezdve szerintem könnyebb dolgunk lesz. Hogy állunk militári dolgokból? Hó, egész jól. Egész jól. Muníció az, ami úgy ki van egyenlítve. De úgy látom, hogy most kezdünk vagy többet termelni, vagy kevesebb szükségletünk van rá. Muníciót majd bővítünk. És akkor onnantól kezdve jók leszünk. Akkor a mínuszban nem is vagyunk egyébként. Ami szintén meglepő, akár még katonaságot is nevelhetnénk. Na ez most, akkor ez most el van foglalva? Enemy control over war goal. Igen, szerintem elfoglaltuk. Most konkrétan mennyivel zuhan a támogatottságuk? Hol írja? 5-tel. 6 támogatottságokat veszítenek folyamatosan. Hogy állunk itt? Egyelőre tartjuk ezeket a frontokat. Teljesen jó. Hopp, ultimátum. Milyen ultimátum ez? Mhm. 10%-kal javítják a bevezetést. És mégsem. Lehet, hogy volt esély rá, és nem olvastam végig rendesen. Ó, hell yeah, ezt elfoglalták ott nekünk az oroszok. Na, nagyon jó. Tökéletes, ide belefoglaltunk már megint. Lehet, azt kéne csinálnom. Az a baj, nem tudom, hogy mennyi katonájuk van itt. 8000, jó. Akkor ez tök jó. Azt csináljuk, ez az ütközetet megvárjuk. Hogy legyen meg. Úgy, oké, most megállítjuk az időt. És itt van egy seregünk, ők ugye. Őket átállítjuk védelemre. Még az egész jól tudnak védekezni. 90 conscriptet még fel tudnának venni. Áthozzuk erre az oldalra ezt a csapatot, meg átmozgósítjuk erre az oldalra. Itt a kisebb sereggel védekezünk, hogy ne tudják elfoglalni, a nagyobb sereggel meg átmegyünk oda fentre. Valamiért megint lett valahonnan katonánk. Majd foglalkozom vele később. Máskor. Most annyira nem foglalkozunk velük. Jó, odaértek. Így már is 44% előnyünk van még ezen a frontvonalon is.
De nekünk nem kell előre mennünk ott. Tehát nekünk elég ezeket itt megtartani, és megtartani ezt a frontvonalat, és onnantól kezdve nyertük ezt az egészet. Nem kell nekünk ezzel szórakozni, ott a konvojaink fosztogatják, sőt, nekünk át is mehetünk akár ide. Milyen feladatokat csinálsz? Interception. Oké, szeretnék. Naval Commander, te jó vagy. Mondjuk szifiliszes vagy, ez kicsit szomorú. Hát de ez van. Téged promótálunk szintén az egekbe. Úgyné, és téged raid konvoj. És interception, ez a kettő jó lesz. Bevezették a izét? Várjatok. Lehet, hogy túlnyomtam. Mit csináltunk? Cultural exclusion. 20%-kal összehoztuk. Yes! Kevésbé fognak föllázadni. Női jogok. Nőknek abszolút full jog, teljesen. Egész jó lesz itt nálunk az életszínvonal. Még foglalnak is, nézzétek meg. A franciák katonák még itt még törnek előre. Lehet, hogy nem is kell, hogy itt tartsuk az első korpszkommandónkat. Automatikai gépfegyver. Poroszok kapituláltak. Lol. Meg is kaptuk a területeket így? Aha, végeztünk is ezen a frontvonalon. Már csak a izék vannak. Az oroszok. De nem tudjuk velük megbeszélni ezt a béke kötést, mert nem ők vezették ezt a háborút, ugye? Ellenben bővítettük a területeinket picikét. Jó, őket én a mondó vagyok, hogy akkor leállítjuk. A többiek megvédik azt a frontot, jó lesz az ott. Kaptunk hajókat, kaptunk mindent. Sőt, itt leszeteletünk is. Így ne. Incorporation is mehet. Minuszba is estünk. Dobtak egy békeajánlatot viszont ők. Unpressed War Goal, White Peace. Jó, mehet. Hell yeah, srácok. Összehoztuk így is. Oké, tehát a franciáknak odaadtunk egy területet. Igen, viszont innen alulról szereztünk három másikat. Tehát ez a kis terület, ez 1,5 millió GDP. Viszont ez a rész, hát ez 1 millió, kicsit szomorú vagyok. Jó, oké. Így is pluszban vagyunk. De az egy elég gazdag terület volt, amit adattunk nekik. Na mindegy. Ha háborúra kerül a sor, egyébként könnyen át tudjuk tőlük venni. Liberate country, start bankrolling, nem akarunk ilyesmit. Nem, most szeretnénk egy kis nyugalmat, békét, mert most elég nagy infamink van. Technológia. Militarinál mit tudunk? War conscription. Ez mehetne, Flamethrower, Stormtroopers. Remehetnénk ilyen production, meg society dolgokra is akár. Mass surveillance. Adózási kapacitás 25%. Kolónia. Single party. Fatherland Front film. Bürokrácia Population Cost Modifier. Ezzel olcsóbb lenne minden ilyen bürokráciás dolgunk. Ezt fogjuk, ezzel kezdjük. Aztán productionben szeretnék itt rámenni dolgokkal. Legyen ez. Silk. Ezek nem érdekelnek annyira. Nem. Na hát akkor megyünk utána rögtön erre itt. Ez kész. Ez mondjuk nem lenne rossz nekünk egyébként.
Így. Ez most egyelőre a terv, aztán meglátjuk, majd lehet, hogy útközben még változtatunk rajta. 150 ezer bevétel. Na, viszont tudjuk jól, hogy munícióból annyira nem teljesítettünk jól. Szóval szeretnénk lerakni egy-kettőt. Mennyit ad? 50-et. Jó, akkor egy 4-et. 2, 3, 4. Úgy né. És akkor 4-et teljesen jók is vagyunk. Amit szeretnék megnézni, hogy a vonatok... És így akarom megnézni. Így itt van lent. Itt van lent. Helyi árak. Aha, ez ők nem nálunk, az minket nem érdekel. Az új területek, igen, oda kettőket. Ide még egyet építsen majd. Itt is azért relatív drága, oda is mehet egy. És ennyi. Csak hogy ne legyen olyan drága, az a lényeg. Service, az mindig jó általában. Nagyjából sosem nem is kell figyelnem rá. Áram. Jó, áramra még nincs is úgy szükségünk. Mit ír itt a gazdaságunk? Fa? Ekkora fa, izénk van. Az mehet. Ja, az építőipart vissza kell kapcsolni. Hát fa, figyelj srácok, hát ezen nem újjam. Úgyni. Tessék, ez megoldja a fa problémánkat valószínűleg. Mert egyébként mekkora hiány van fában? 5000. Ez akkor lehetne oldja meg a fa hiány problémánkat. De tessék, figyeljetek, tessék, így. Most maximunk egy jó pár épületet. 67-et építkezünk. Az valószínűleg segít. Megnöveljük az adót, hogy felvigyük a pénztartalékainkat maxra. És most csücsülünk így a dolgokat. Ja igen, az építészeti szektort akartam bővíteni. Itt nincsen, például. És... Ahol az infrastruktúra egész jó. Oda még rakunk egy-kettőt. Ez most elég sok lesz. Ez most elég sok lesz. Ezt lehet, hogy picit túlzásba vittem. Mindegy. Technikailag a normál adózással ugye fent tudjuk tartani magunkat a víz fölött. Meg is épültek. Oh, suffrage rally. Oh yeah. Ja, 100% esélyünk van rá. 66% eséllyel 20%-kal növelik a sikerét. Ez az. Jó. A nőknek jogaik lesznek. Ó, igen, itt a katonaságommal kéne foglalkozni picikét. Leszpónolt egy csomó katonát. Tehát, oké, még talán még innen hozott katonákat. De... Őszintén szólva... Ezek így, nem tudom, megszűnhetnének. Hogy ne kelljen nekem foglalkozni velük. Kényelmes, tök jó meg minden, de hogy... Mindig állítgatni. Hogy néz ez most ki? Nincs hadvezére. Landowner. Petit Burgers lesz. Még valaki lehet itt? Ki nem Landowner? Ruler Fork. Nem akarom. Azért akartam, hogy esetleg meghalna. Na mindegy, a bástya osztaktól... Innen 4-et átviszünk ide az első korpsz kommandóba. Ezt a 16-ot meg megszüntetem. Ez nem kell nekünk. Nem szörök. Jó. Ezt a Siege Artery-t, ezt nem tudjuk használni, ami igazán szomorú egyébként. Csinek rádióink. Mert a Skirmish Infantry-t, még nem Trench Infantry-t használunk. Hirtelen azt hittem, a Skirmisherek erősebbek. Hogyha itt nem a fejlettebbiket használjuk? Ez...
Itt se a fejlettebbiket használjuk. Kifejlesztettem, azt nem raktuk át őket? Vagy mi történt itt? Még jó, hogy megszüntettem azt a csapatot, ami amúgy jobb volt. Még jó, hogy így döntöttem. Hát akkor mindenki menjen följebb egy szinttel. Nem csoda, hogy ennyi izénk vannak itt. Ilyen cuccaink, hogyha nem használjuk a legjobb technológiát. Ja, itt van egy seregünk, ami meg is szüntethetnénk. Ja, jóval drágább lett az építkezés, mert ha megnézitek, most nem 160 meg 180 ezreket hozunk be, csak 120 körül vagyunk most már. Nem baj, ez a minting, ez most kicsit dobott a pénzünkön. Illetve még mindig nagyjából a felét még mindig be tudják fizetni. Látjátok, most erről beszéltem az előző részben. Most mínuszba vannak, tehát az építkezésük drágább, mint a befektetésük, viszont van pénztartalékuk, amiből kifizetik. Szóval végeredményben ugyanott vagyunk, hogy kifizetik nekem, látjátok, pontosan a felét. Mert 50%-ot építkezhetnek maximum. Ebben az építészeti szektorban. És meg is építik ezt az 50%-ot. Még mindig. Jó, az egy ideig el fog tartani, mire rendbe jön. Ó, női jogokat továbbra is javítani? 15%, elég lesz a 10%, és egy picit javítjuk ott a befolyását, a villanykört a csoportunknak. Valakiket elnyomunk, vagy növeljük itt a dolgokat róluk? Nem. Akkor minden ilyen befolyásunkat azt adózási dolgokba fektetjük. Aha. Jó, hát a pénzünk plusz 80 ezerben van, szóval valószínűleg nem tudjuk lejjebb vinni majd az adót. Ellenben viszont javítottunk egy jó sokat az építészeti szektoron. Jó sokkal nőtt. Az oroszok kineveztek minket riválisnak. Én nem tudom, hogy mikor lettünk ennyire rossz kapcsolatban. Te tessék, itt van, rivalizáljunk. Mindjárt embargózlak is titeket. Nem tudlak. Miért nem tudlak embargózni? Mert nem rég rossz a kapcsolatunk. Nem tudom, riválisok vagyunk és megtámadtatok. De nem elég rossz a kapcsolatunk. Hogy tudnám őket vajon befoglalni? Annex subject. Békének le kell járnia. Bár lehet, hogy még ennél még lejjebb kell vinnünk a állapotukat, mert most Dominion, és lehet, hogy papetelnem kell őket. Gyorsan lemegy egy választás, még mielőtt a nők tudnának szavazni. Hogy áll a fa? Hogy javulgat? És csak mínusz 4000. Jó, kijebb hoztuk a problémából. Hát a gumi az... gumi az mindig probléma lesz, én úgy érzem. Plusz 10% esély. Prestige plusz 10% esély. Vannak kereskedelmi dolgok, ami... gumi valahonnan? Jó, jöhet onnan, spanyolok. Az az uprising is. Minden onnan, ahonnan a gumit lehet hozni, az jó nekünk. Az jól jön. Kicsit vicces lenne fogni azt megtámadni a britteket a gumi miatt. Simán működne, szerintem össze tudnánk hozni. Mi használja egyébként nekünk? Elektronika Industry használja.
Jó, de még legalább van annyi pénzük, hogy... Tehát még hiába drága a gumi, így is tudnak készíteni azért, mert így is pluszban vannak. Hát most srácok, várunk egy picit. Papír. Momentum. Legyen momentum. Várunk egy picit, mert most építkezünk, így várjuk az infami csökkenését, nézzük, ahogy a büszke magyar angoljaink azokat háborúzgatnak. Yay, woman suffrage. Yay, yes, 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 yes. Női jogok, helyes. Censorship. Hát ezt feljebb vinném igazából, mint sem lejjebb, szóval az most így marad így. Itt ezt nem tudjuk jobbra helyezni. National Guard az legjobb, amit szeretnénk. Ennyi. Hát nem tudunk semmit se feljebb vinni. Itt ez növekszik nekünk jobbra. Hol van? Itt van. Ezt szeretném följebb vinni, viszont... Így. Ez menjen, hogy legyen még több bürokráciánk, mert az, hogy mínuszba esünk, azzal veszítünk pénzt. Most például 10 000-et veszítünk emiatt. Az... Nem olyan jó. Spanyolok az... Ó. Ó. Hatalmas forradalom az oroszoknál. Russian arisztokrata forradalom. Oszmán arisztokráciai forradalom. Ez szép, mindkét oldalt itt lett ilyen forradalmi hangulat. Ez tök jó, mert tudnánk háborúzni anélkül, hogy bele tudnának szólni, a minden igaz. 25 az infamink mondjuk még mindig. Hogyha én mondjuk, itt őket nem tudjuk, ők velük rontom a kapcsolatot, nem? Nem, valamiért nem. Úgy emlékeztem, hogy velük is rontjuk, meg velük is. Tudom, hogy vele is rontom. Poroszokba bele tudunk foglalni? Ja nem, mert velük béke van jelenleg. Egy csomó állam, amit el lehetne foglalni, meg Switzerlandot is akár. Mert velük jobban vagyunk. Ezt nem fogadnák el. Mondjuk most, hogy osztrák-magyar monarchia vagyunk, lehet, hogy nem is tudom csak úgy bővítve beleolvasztogatni itt a területeket, hanem meg is kéne konkrétan támadnom. Ez egybe van az a terület? Incorporated State, igen. Szóval ezek olyan kis háborúk a semmiért, tehát elfoglalom mondjuk 5 infamit ad, az nem sok. De olyan kis semmilyen területek. Megoldottam, ez a német területrész, ez így külön fog maradni. Görögország ellen tudnánk háborúzni. 21 infami. Hogy 21 infami? Ezt leírja vajon, hogy miért? Mert nagy hatalmak vagyunk, és ők meg kicsik. Értem. Az Egyesült Államok is mondjuk háborúzik. Attól félek, a franciákkal megromlana a kapcsolatunk. Mondjuk javítják velünk a kapcsolatot, vagy mi javítjuk velük a kapcsolatot. Hogy bevonhatnánk egy csomó mindenkit az államvezetésbe. Legyen, vonjunk be, jöjjön be mindenki. Milyen törvénymódosításokat tudunk. Gyermekek! Iskola! Hát! Megy is az iskola, megy is az oktatás a gyerekeknek. Vigyük feljebb azt a írni-olvasni tudást. Támadjunk egy ilyen kis területet, még tudnánk támadni. Jel az infami. 24,8. Ez is lehetne ez a terület is, hogyha úgy döntenénk, hogy meg akarjuk támadni. Hesse.
Hesset is megtudjuk, ők 10 lenne, és ők is egy szétesett állam. De Hess az, hát úgy tűnik mégse olyan nagy, azt hittem, hogy ilyen nagy GDP-je van. De annyira úgy tűnik mégse. Szerintem éri meg elfoglalgatni őket. Nincsenek olyan jó területeik. Értitek. Most várunk, azt nézzük, hogy mi lesz addig itt a nagyszerű arisztokrata forradalommal. Nem viszik túlzásba a kolonizációt egyébként, azt nézem, hogy itt a, nem olyan nagyon-nagyon kolonizálnak. Kolonizáltak, de nem olyan, értitek. Hatalmas módon. Ó, mi van, a poroszoknál is van forradalom? Poroszoknál is forradalom van. Voltak éppen bárkit megtámadhatnék, mert most jelenleg 3 ország körülöttem nem tud mit kezdeni. Azzal, hogy most náluk forradalom van. Nyerségek vannak itt. Ez most miért van kijelölve? Ó, azért jelölik ki, mert azzal van egyben. Tehát ez is egy darab állam. Aha, ezzel itt végig baloldalt egybe kéne, hogy legyen. Hát akkor figyeljetek, akkor... ezt elkezdjük. Megnézzük, mi lesz ebből. Egyedül a franciák tudnak beleszólni, mert mindenki más jóformán az... az... ez vagyunk mi. Aha. Ő támogat minket, ja, a bolgárok. Nekik meg senki egyelőre. Jó. Tehát mindenki más igazából forradalommal van elfoglalva. Megnézzük hát, ha megadják magukat. Az lenne az igazán jó. Ha nem kéne lejátszanunk ezt a háborút. Aztán végigfoglalom ezeket a részeket, hogyha ez így egyben van. Azt nem tudtam, hogy ehhez a részhez tartozik ez is. Ez is még hozzá tartozik? Ez is még hozzá tartozik. Ez az egész felső rész itt. Szóval jóformán claimünk van a területre. Azért kerül ilyen kevésbe a foglalása. Nem úgy tűnik egyelőre, hogy nagyon megadják magukat. Nem baj, mobilizáljuk a kisebb sereget. Oda küldjük és elfoglaljuk akkor őket úgy. Pedig reménykedtem benne, hogy nem kell foglalkoznunk azzal, hogy katonákat küldjünk ténylegesen oda. Építem az adminisztratív épületeket, és folyamatosan bürokrácia minuszban vagyunk. Még halad előre, még 2 hét, igen. Lehet mindjárt fölhúzok még. Ellenben viszont szeretném maxolgatni itt a nyersanyagainkat. Mi az, ami vasból eléggé jó plusz tudnának termelni? Hogy vagyunk? Uh-huh. Jó, itt ezeket mind. Tízig felviszem mindegyik területet, vagy legalábbis közel 10-ig. Így. Na, így most egy elég sokat fogunk fejleszteni. Hát, mindenki kiadja ezt a háborút, de senki nem akar beleszólni. Igen, hát gondoltam, hogy jelenleg senki nem akar beleszólni, tekintve, hogy itt mindenki körülöttem forradalommal küzd. Ezt valahogy sejtettem. Igazán megadhatnátok magatokat. 7k GDP, 20.000 fő. Igazán megadhatták volna magukat, hogy ne kelljen ezt a háborút lenyomnunk. Minusz 210.
hozzáállásuk. Jó van. Akkor hagyom, hogy repüljön az idő, úgy érzem. Építsek még építészeti szektort. Mondjuk nem fogjuk tudni lejjebb vinni akkor az adózást. Nem építek. Hagyom, hogy most egyelőre ezzel javuljon a helyzet pénzügyileg. Az a jó, hogy ezt a területet ugye most beraktuk oda mellé, a hozzátartozóba, és nem kell lereszetelni, mert semmi nincs, ami, értitek, ne lenne ott beállítva, mert fogja, és akkor ehhez hozzákapcsolta. Hogy állunk infamiból akkor most már? 24. Hát igen, ez várható volt. Itt van a legtöbb GDP, persze. Én megyek előre. Foglaljuk azt is. Megnézzük, hogy valaki hát ha ránk szól-e. Most a poroszok meg az oroszok abba hagyták a háborúzgatást. És befejezték, bár reménykedem benne, hogy le vannak gyengülve, bár ebben a játékban nagyon nem látszódik ilyesmi. Tehát, hogy le lennének gyengülve, vagy bármi. De most valami történt. Brit piac. Csak nem a britek beszálltak. Mi történt? Hol vagyunk a izével? Nem. Nem, ez a brit itt. Ez nem én vagyok. Itt ez vagyok. Ne, nem szálltak be. Teljesen jó. Senki nem szállt be egyelőre. Ó, iskola! Jeeeej! Most már csak ilyen kéne nekünk, és akkor onnantól kezdve jobbak vagyunk. Most azért lett 2000, mert valamilyen eventből kapunk ilyen pluszt, de feljebb vihetnénk az oktatást. Elvigyük feljebb. És ez megvan, publikus iskola, migrációs kontroll. Jó, ez mind jó. Ezt nem akarjuk. Ezt sem akarom állítani. Jó, hát akkor egyelőre most a törvényekkel így befejeztük. Valamit szeretnétek így? Technokráciát szeretnétek. A technokráciát nem vezetem be, a Council Republicot tudnám egyedül. Ajrá, próbálgassátok mondogatni nekünk ott a dolgokat. Oké, most választanom kellett. Hogy vagyunk? Kezdjük minnyi? Kezdjük minnyi? Menjetek oda, rendezzétek le őket, légy szíves. Mutassátok meg nekik, hogy törvényesen a területünk részét képezi ez a terület. Évi szinten 5 ilyen izét veszítünk, ha minden igaz. Igen, évi szinten 5 infamit veszítünk. Szóval minden egyes háború, amit itt megvívunk, az egy évbe telik, hogy infamiból lejjebb menjen. Végeztünk. Hogy vagyunk nyersanyagokból? Ez még mindig jó, de még készítik. Az mehetne még jobban. Tessék, fejlesz. Készítsétek el az összes fát mindenhol. Az lesz az igazán ciki, hogyha ezután fára lesz szükségünk. Ez lehet, hogy ez a mennyiségű faépítés egyébként nem a legjobb módja annak, hogy előre vigyük a gazdaságunkat. De nem baj. Pláne most, hogy ez a technológia kifejlődött, ez növelte 20 vagy 5%-kal azért a fa megmunkált fának a kitermelését. Nagyon jó. Hogy állunk infamiból? Előbb 24 voltunk, most 25,7. Jó, hát akkor várunk egy picikét, mert most már itt lenyugodtak itt a környező dolgok. Lett egy törki. Lett egy pulyka itt mellettünk. És sajnos elveszítette a területeit. Itt így. Szerintem, hogy ez még Európának tekintjük-e.
ezt a régiót. Vagy Konstantinápolyig tekintik Európát. Ez egy csomó helyen vitatott egyébként, ha jól tudom, hogy meddig tekintik Európának Európát, és honnantól kezdve esetleg Afrika vagy Ázsia. Mert ez itt a Közel-Kelet, ha jól tudom. Így hívjuk a régiót. És Törökország mindenképp az Európához tartozik részben területileg, csak melyik része, tehát melyik területe, hogy ez a területei még Európa, mondjuk esetleg idáig, vagy még talán tovább, bár ez kicsit furcsa lenne nekem azt mondani, hogy Szíria meg ezek a részek itt Európának, Európa, de mindegy. Kevesebb bevételünk, mint volt. Szóval hogy lehet, hogy fejlesztünk, az kevesebb lett a bevételünk. Technológia. 50, 156 a maximum, 156-ot termelünk. Jó, oké. Úgy látom, hogy bőven annyi egyetemünk van, hogy tudja tartani a lépést, ahogy növekszik az oktatott embereink. Hát a fákból visszaveszek majd. Kicsit feleslegesen sok lett az a fa mennyiség ott. Csak kattingattam. Jó lesz az. A izével, a Szovjetunióval csináltam, olyan piszkosul sokat tudtam építeni velük, hogy ha nem láttátok esetleg, akkor nézzetek bele a Szovjetuniós végigjátszásba. Annyira sokat építkeztem velük, hogy a nyersanyagokat csak így végig spammeltem mindent, hogy mindent maxoljanak mindenhol mindig. Még így is 2000 mínuszban vagyunk egyébként fából. Megmunkált fasz, hogy néz ki? Az teljesen jól. Tyű, az nagyon jól áll a megmunkált fa. Akkor igazából még ezen még változtat. És még feljebb is tudnánk vinni. Jó. Téged ezt itt lejjebb visszük. Meg téged is lejjebb viszünk. És így hogy néz ki a megmunkált fa, meg a fa különbség. Még így is bőven elég jó. Ez nem sokat jelent, de ezt is átvisszük erre. Ez már számottevőbb lesz. Ez is. És így egy picit javítjuk még a fánkat. Meg így is úgy is fejleszteni fogjuk valószínűleg azokat, amik... Ez mi történik? Ja, britek meg Egyiptom. Hoppá. Hoppá, hoppá. Az Egyesült Államok is háborúzik itt. Szép. Őket tudjuk? Ja, tudjuk csökkenteni. Infamiba fog kerülni. És ez így instant meg is történik akkor? Mennyi infamink lesz? 22-nél vagyunk. Jó, vállalom. Radikalizmus, ez az. 28, viszont a bolgárokkal csökkentettük a függetlenségüket. Ha minden igaz, most már papetek, igen. Következőnek, hogyha csökkentjük majd a függetlenségüket, akkor konkrétan elfoglaljuk már őket. Akkor konkrétan beolvasztjuk őket az országba. Szép lassan egyre közelebb hozzuk el az a helyhez, helyzethez magunkat. Ezeket még el akartam foglalni, de szerintem ma már nem lesz rá időnk. Mert így is most megint növeltem az infamit. Kár, hogy nincs valami megoldás arra, hogy jobban lejjebb tudjuk vinni az infamit ebbe a játékba. Egyelőre nem érzem magam olyan erősnek, hogy azt tudjam mondani, hogy igen. Gyertek csak rám, akármennyien vagytok, úgyse tudtok elverni. Nem, tökre nem vagyok ennyire erős. Főleg most a fegyvereinkben most vesztettünk azért. Várjatok! Azt hiszem mobilizációnál kifejlesztettük mindenhol ezeket. Aha. Hát akkor mindegyik csapatnak mehet, bőven. Tobakó, likör, meg ópium. Ezek hogy állnak? Hogy néznek ki? Ópium az nem olyan jó, de amúgy tudnánk javítani rajta. Likör az nem olyan rossz.
Inkább a likőr az, amit tudunk adni nekik akár még. Hogy csak 0,5-öt kérnek. De semmi, nézzétek milyen olcsó. Úgy. Tobakó. Nekik adunk nem tobakót, hanem ópiumot. Ja, adunk a Coppers Commandónak, akik támadnak nekünk. Így. Na jó, figyeljetek! Turkish Secession. Az nagyon jó. Fel fognak lázadni itt. Remélem jól szórakoztatok. Remélem csatlakoztok hozzám legközelebb is. És addig is nézzetek körbe, találtok mást, amit szívesen megnéznétek itt a csatornán. Van egy csomó különböző sorozatom. Sziasztok!